Misli példabeszédek Első fejezet Salomonak, Dávid fiának, Jasarel királyának példabeszédei Bölcsesség és erkölcsnek tanulására, értelmes beszédek megértésére, okos fenyítéknek, igazságnak és ítéletnek és becsületességnek megnyerésére. Együgyűeknek eszesség, gyermeknek tudomány és meggondolás adására hajja a bölcs és öregbítsa az ő tanulságát, és az értelmes szerezzen érett tanácsokat. Példabeszédnek és példázatnak, bölcsek beszédeinek és találós meséinek megértésére. Jahuának félelme feje a bölcsességnek, a bölcsességet és erkölcsi tanítást a bolondok megutálják. Hallgast fiam a te atyádnak erkölcsi tanítását és a te anyádnak oktatását el ne hagyd mert kedves ékesség lesz a te fejednek, és aranylánca te nyakadra. Fiam, ha a bűnösök el akarnak csávítani téged, ne fogad beszédüket. Ha azt mondják, jel mi velünk, leselkedjünk vér után, rejtezzünk el az ártatlan ellen ok nélkül. Nyeljük el azokat, mint a sír elevenen, és egészen, mint akik mélységbe szállottak. Minden drága marhát nyerünk. Megtöltjük a mi házainkat zsákmánnyal. Sorsodat vest közénk, és erszényünk legyen minnyájunknak. Fiam, ne járj egy úton ezekkel, tartóztasd meg lábaidat ösvényüktől, mert lábaik a gonoszra futnak és sietnek a vérnek ontására. Mert hiába vetik ki a hálót minden szárnyas állat szemei előtt, ezek mégis vérük árán is ólálkodnak, lelkük árán is leselkednek. Ilyen az útja minden kabzsi embernek. Gazdájának életét veszi el. A bölcsesség kín, Szerül szerte kiált, Az utcákon zengedezteti az ő szavát, Lármás utcafőkön kiált A kapuk bemenetelin. A városban szólja az ő beszédeit. Miglen szeretitek, Óti együgyűek az együgyűséget, És gyönyörködnek a csúfolók csúfolásban, És gyűlölik a balgatagok a tudományt. Térjetek az én dorgálásomhoz, íme közlöm veletek az én ruhámat, tudtatokra adom az én beszédimet nektek. Mivel, hogy hívtalak és vonakodtatok, kiterjesztém az én kezemet, és senki eszébe nem vette. És elhagytátok minden én tanácsomat, és az én feddésemmel nem gondoltatok. Én is a ti nyomorúságtokon nevetek, megcsúfollak, mikor eljő, az, amitől féltek. Mikor eljő, mint a vihar, az, amitől féltek, és a ti nyomorúságtok, mint a forgószél elközáget, mikor eljő a nyomorgatás és a szorongatás. Akkor segítségül hívnak engem, de nem hallgatom meg, keresnek engem, de nem találnak. Azért, hogy gyűlölték a bölcsességet, és Jahuának félelmét nem választották. Nem engedtek az én tanácsomnak, megvetették minden én feddésemet esznek azért az ő útjuknak gyümölcséből és az ő tanácsokból megelégednek. Mert az együgyűeknek pártossága megöli őket, és a balgatagoknak szerencséje elveszti őket. Aki pedig hallgat engem, lakozik bátorságosan, és csendes lesz a gonosznak félelmétől. Második fejezet Fiam, ha beveszed az én beszédeimet, és az én parancsolataimat elrejted magadnál, ha figyelmeztetvén a bölcsességre a te füleidet, hajtod a te elmédet az értelemre, igen, ha a bölcsességért kiáltasz, és az értelemért a te szódat felemeled, ha keresed azt, mint az ezüstöt, és mint a kincseket kutatod azt, akkor megérted Jahuának félelmét, és Elohimnek ismeretére jutsz. Mert Jahua ad bölcsességet, az ő szájából tudomány és értelem, az igazaknak valóságos jót rejteget, pajst a tökéletesen járóknak, hogy megőrizze az igazságnak útait és kegyeseinek útját megtartja. Akkor megérted az igazságot, a Tórát és becsületességet és minden jó utat, mert bölcsesség megy a te elmédbe, és a tudomány a te ruáchodban gyönyörűséges lesz meggondolás örködik feletted, értelem őriz téged, hogy megszabadítson téged a gonosznak útjától és a gonoszság szóló férfiútól, akik elhagyják az igazságnak útját, hogy járjanak a sötétségnek útain, akik örülnek gonosz cselekedvén, vigadnak a gonosz álnokságokon, akiknek ösvényeik görbék, és akik az ő utaikban gonoszok hogy megszabadítson téged a nem hozzá tartozó asszonytól, az idegentől, aki az ő beszédével hízálkedik, aki elhagyja az ő ifjúságának férjét, és az ő elohimének szövetségéről elfelejtkezik, mert a halára hanyatlik az ő háza és az ő ösvényei az élet nélkül valókhoz. Valakik mennek ahhoz, nem térnek meg, sem meg nem nyerhetik az életnek útait. Hogy járja jóknak útjokon, és az igazaknak ösvényeit kövessed. Mert az igazak lakják a Földet, és a tökéletesek maradnak meg rajta, a gonoszok pedig a Földről kivágattatnak, és a hitetlenül cselekedők kiszaggattatnak abból. Harmadik fejezet Fiam, az én tanításomról el ne felejtkezzél, és az én parancsolataimat megőrizze a te elméd. Mert napoknak hosszú voltát és sok esztendős életet és békességet hoznak neked bőven. Az irgalmasság és igazság ne hagyjanak el téged, közd azokat a te nyakadra, írd be azokat a szívednek táblájára. Így nyersz kedvességet és jó értelmet Elohimnek és embernek szemei előtt. Bizodalmad legyen jahuában teljes elmédből, a magad értelmére pedig ne támaszkodjál minden te utaidban megismered őt, akkor ő igazgatja a te utaidat. Ne légy bölcs a te magad ítélete szerint, féldi Jahuát és távozzál el a gonosztól. Egészség lesz a te testednek, és megújulás a te csontjaidnak, tiszteld Jahuát a te marhádból, a te egész jövedelmed zsengéjéből. Eképpen megtelnek a te csűreid elégséggel, és mustal áradnak el sajtód Jahuának fenyítését, fiam, ne utáld meg, sem meg ne und az ő dorgálását. Mert akit szeret Jahua, megdorgálja, és pedig mind az atya az ő fiát, akit kedvel. Boldog ember, aki megnyerte a bölcsességet, és az ember, aki értelmet szerez. Mert jobb ennek megszerzése az ezüstnek megszerzésénél, és a kiásott aranynál ennek jövedelme drágább a fényes kárbunkulusoknál, és minden te gyönyörűségeid nem hasonlíthatók hozzá. Napoknak hosszúsága van jobbjában, baljában gazdagság és tisztesség. Az ő utai gyönyörűséges utak, és minden ösvényei békesség. Életnek fája ez azoknak, akik megragadják, és akik megtartják boldogok. Jahú a bölcsességgel fundálta a földet, erősítette az eget értelemmel. Az ő tudománya által fakadtak ki a mélységből a vizek és a felhők csepegnek harmatot. Fiam, ne távozzanak el a te szemeittől, őrizd meg az igaz bölcsességet és a meggondolást. És lesznek élet a te ruachodnak és kedvesség a te nyakadnak, akkor bátorsággal járod a te utadat és a te lábadat, meg nem ütöd. Mikor lefekszel, nem rettegsz, hanem lefekszel, és gyönyörűséges lesz a te álmod. Ne félj a hirtelen való félelemtől, és a gonoszok pusztításától, ha eljő. Mert Jahua lesz a te bizodalmad, és megőrzi a te lábadat a fogságtól. Ne fogd meg a jó azoktól, akiket illet, ha hatalmadban van annak megcselekedése. Ne mondd a te fele barátodnak, menj el, azután térd meg, és holnap adok, holott nálad van. Ne forralj a te fele barátod ellen gonoszt, holott ő együtt ül bátorságosan te veled. Ne háborogj egy emberrel is ok nélkül, ha nem illeted gonoszszal téged. Ne irigykedjél az erőszakos emberre, és neki semmi útját ne választ. Mert utálja Jahua az engedetlen, és az igazakkal van az ő titka. Jahuának átka van a gonosznak házán, de az igaznak lakhelyét megáldja. Ha kik csúfolók, ő megcsúfolja. A szelideknek pedig ad kedvességet. A bölcsek tisztességet örökölnek, a bolondok pedig gyalázatot aratnak. Negyedik fejezet. Halljátok meg, fiaim, adjátok erkölcsi tanítását, és figyelmezzetek az értelemnek megtudására mert jó tanulságot adok nektek, az én tudományomat el ne hagyjátok. Mert én atyámnak fia voltam gyenge, és egyetlen egy az én anyám előtt. Tehát tanított engem, és mondá nekem. Tartsa meg az én beszédemet a te elméd, hogy megtartván az én parancsolataimat, éj. Szerez bölcsességet, szerez eszességet, ne felejtkezzél el, se el ne hajolj az én számnak beszédeitől. Ne hagyd el azt, és megtart téged. Szeresd azt, és megőrizd téged. A bölcsesség kezdete. Szerez bölcsességet, és minden keresményedből szerez értelmet. Magasztald fel azt, és felmagasztald téged. Tisztelt téged, ha hozzád öleled azt. Ad a te fejednek kedvesség koszorúját, igen szép ékes koronát ad neked. Hallgast, fiam, és vedd be az én beszédeimet, így sokasulnak meg neked a te életednek esztendei, bölcsességnek útára tanítottalak téged, vezettelek téged az igazságnak ösvényén. Mikor jársz, semmi nem szorítja meg a te járásodat, és ha futsz, nem ütközöl meg. Ragaszkodjál az erkölcsi tanításhoz, ne hagyd el, Őrizd meg azt, mert az a te életed. A hitetleneknek útjára ne menj, se ne járj a gonoszok ösvényén, hagyd el, át ne menj rajta, térj el tőle, és menj tovább. Mert nem alhatnak azok, ha gonoszt nem cselekesznek, és kimegy szemükből az álom, ha romlásra nem juttatnak. Mert a gonoszságnak étkét eszik, és az erőszak tételnek borát isszák, az igazak ösvénye pedig olyan, mint a hajna világossága, mely halad, világosabb lesz a teljes délig. A gonoszok útja pedig olyan, mint a homály, nem tudják, miben ütköznek meg. Fiam, az én szavaimra figyelmez, az én beszédeimre hajtsad füledet. Ne távozzanak el a te szemeittől, tartsd meg ezeket a te elmédben. Mert életük ezek azoknak, akik megnyerik, és egész testüknek egészség. Minden féltett dolognál jobban őrizd meg szívedet, mert abból indul ki az élet. Vesd el tőled a száj hamisságát, és az ajkak álnokságát távoztasd el magadtól. A te szemeid előre nézzenek, és szemöldökeid egyenest magad elé irányuljanak. Egyengesd el lábaid ösvényit, és minden te utaid álhatatosak legyenek. Ne térj jobbra, se balra, Fordítsd el a te lábadat a gonosztól. Ötödik fejezet Fiam, az én bölcsességemre figyelmez, az én értelmemre hajtsd a te füledet. Hogy megtartsd a meggondolást és a tudományt, a te ajakid megőrizzék. Mert színmézet csepeg az idegen asszony ajka, és simább az olajnál az ő ínye, de annak vége keserű, mint az üröm, éles, mint a kétélű tör az ő lábai a halálra mennek, az ő léptei a sírba törekeznek. Az életnek útját, hogy ne követhesse, ősvényei változókká lettek anélkül, hogy ő eszébe venni. Most azért, fiaim, hallgassatok engem, és ne távozzatok el számnak beszédeitől. Távoztasd el attól utadat, és ne közelges házának ajtajához, hogy másoknak ne add a te ékességedet, és esztendeidet a kegyetlennek. Hogy ne az idegenek teljenek be a te marháiddal, és a te keresményed más házában ne. Hogy nyögnöd kelljen a végén, amikor megemésztedik a te húsod és a te tested, és azt kelljen mondanod, miképpen gyűlöltem az erkölcsi tanítást. És a fenyítéket utálta az én elmém, és nem hallgattam az én vezetőim szavát, és az én tanítóimhoz nem hajtottam fülemet. Kevés híja volt, hogy minden gonoszságba nem merültem, az ekléziának és községnek közepette. Így áll vizet a te kutatból és a te forrásod közepéből folyó vizet. Kifoljanak-e a te forrásaid, az utcákra a te vizet folyásai, egyedül tied legyenek, és nem az idegeneké veled. Legyen a te forrásod áldott, és örvendez a te ifjúságot feleségének. A szerelmes szarvas és kedves zerge, az ő emlői elégítsenek meg téged minden időben, az ő szerelmében gyönyörködjél szüntelen. És miért bújdosnál, fiam, az idegen után, és ölelnéd keblét az idegennek? Mert Jahuának szemei előtt vannak mindenkinek útai, és minden ösvényeit ő rendeli a maga álnokságai fogják meg a gonoszt és a saját bűnének köteleivel kötöztetik meg. Ő meghal fenyíték hián, és bolondságának sokasága miatt támolyog. Hatodik fejezet Fiam, ha kezes lettél a te barátodért, kezedet adván kötelezted magadat másért szádnak beszédei által estél törbe, Megfogadtattál a te szádnak beszédeivel. Ezt műveld azért fiam, és mentsd ki magadat, mert a te felebarátodnak kezébe jutottál, erej, gyalázd meg magadat és kényszerítsd felebarátodat. Még álmod egy szemeidnek, se szúnyadás szemöldökeidnek, szabadítsd ki magadat, mint a zerge, és mint a madár a madaráznak kezéből. Eredj a hangyához, te rest, nézd meg az ő utait, és légy bölcs, akinek nincs vezére, igazgatója, vagy gazdája. Nyárban szerzi meg az ő kenyerét, aratáskor gyűjti eledelét. Ó, te rest, meddig fekszel? Mikor kelsz fel a te álmokból? Még egy kis álom, még egy kis szunnyadás, még egy kis kézösszefonás, hogy pihenjek. Így jö el, mint az úton járó a te szegénységed, és a te szűkölködésed, mint a pajzsos férfiú haszontalan ember, hamis férfiú, aki álnok szájjal jár, aki hunyorgat szemeivel, lábaival is szól, és ujjaival jelt ad. Álnokság van az ő szívében, gonoszt forra, minden időben háborúságot indít. Annak okáért hirtelen eljö az ő nyomorúsága, gyorsan megrontatik, s nem lesz gyógyulása. E hat dolgot gyűlöli Jahua, és hét dolog utálat az ő ruhájának a kevés szemek, a hazug nyelv és az ártatlan, vértontó kezek. Az álnok gondolatokat forraló elme, a gonoszságra sietséggel futó lábak, a hazugság lehelő hamis tanú és aki szerez háborúságokat az atyafiak között. Őrizd meg fiam, atyád parancsolatát és anyád tanítását el ne közd azokat szívedre mindenkor, fűzd a nyakadba, valahová mégysz, vezérel téged, mikor aluszol, őriz téged, mikor felserkensz, beszélgette veled. Mert szövétnek a parancsolat és a tudomány világosság és életnek útja a tanító feddések. Hogy a gonosz asszonytól téged megőrizzenek, az idegen asszony nyelvének hízelkedésétől, ne kívánd az ő szépségét szívedben, és meg ne fogjon téged szemöldökeivel, mert a parázna asszony miatt jut az ember egy darab kenyérre, és férfi felesége drága életet vadász. Vehet-e valaki tüzet az ő keblébe, hogy ruhái meg ne égnének? Vagy járhat-e valaki eleven színen, hogy lábai meg ne égnének? Így van, valaki bemegy felebarátjának feleségéhez, nem marad büntetlen, valaki illeti azt. Nem utálják meg a lopót, a lop az ő kívánságának betöltésére, mikor éhezik, és ha rajta kapatik, hét annyit kell adnia, az ő házának minden marháját érte adhatja. Aki pedig asszonya a paráználkodik, bolond. Aki magát el akarja veszteni, az cseleksi ezt. Vereséget és gyalázatot nyer, és az ő gyalázata el nem töröltetik. Mert a féltékenység, a férfiú haragja is nem cselekszik kegyelmességgel a bosszúállásnak napján. Nem gondol semmi váltsággal. Nem nyugszik meg rajta, még ha nagy sok ajándékot adsz is neki. Hetedik fejezet Fiam, tartsd meg az én beszédeimet, és az én parancsolataimat rejtsd el magadnál. Az én parancsolataimat tartsd meg, és élsz, és az én tanításomat, mint a szemed fényét. Kösd azokat újaidra, írd fel azokat szíved táblájára. Mondd ezt a bölcsességnek. Én néném vagy te, és az eszességet ismerősödnek nevezd hogy megőrizzen téged a nem hozzá tartozó asszonytól és az ő beszédeivel hízelkedő idegentől. Mert házam ablakán a rács mögül néztem, és láték a bolondok között, eszembe vevék a fiak között egy bolond ifjat, aki az utcán jár, annak szeglete mellett, a házához menő úton lépeget, alkonyatkor, nap estjén és sötét éjfélben, és ime egy asszony elejébe jő, paráznának öltözetében, álnok az ő elméjében, mely csélcsap és vakmerő, akinek házában nem maradhatnak meg az ő lábai, néha az utcán, néha a tereken van, és minden szegletnél leselkedik. És megragadá őt, és megcsókolá őt, és szemtelenségre vetemedvén monda neki. Hála áldozattal tartoztam, ma adtam meg fogadásimat. Azért jövék ki elődbe szorgalmatosan keresni a te orcádat, és reát találtam paplanokkal vetettem meg nyoszolyámat, Mitraimbeli szövésű szőnyegekkel beillatoztam ágyamat mirhával, áloéssel és fahéjjal. Ne foglaljuk magunkat bőségesen, mind virrattig, a szeretetben, vigadjunk szerelmeskedésekkel, mert nincs otthon a férjem elment messze útra egy erszény pénzt főmi kezéhez, hol töltére jő haza elhiteti őt az ő mesterkedéseinek sokaságával, ajkainak hízelkedésével elragadá őt. Utána megy, mint az ökör a vágóhídra és mint a bolond, egyszer csak fenyítő békjóba. Míg nem átjárja a nyíl az ő máját, miképpen siet a madár a törre, és nem tudja, hogy az az ő élete ellen van. Annak okáért most, fiaim, Hallgassatok engem, és figyelmezzetek az én számnak beszédeire. Ne hajoljon annak útaira a te elméd, és ne tévejegy annak ösvényén. Mert sok sebesültet elejtett, és sokan vannak, akik attól megölettek. Sírba vívő út az ő háza, amely levisz a halálnak hajlékába. Nyolcadik fejezet A vagy a bölcsesség nem kiállt -e? és az értelem nem bocsátja ki az ő szavát. A magas helyeknek tetején az úton sok ösvény összetalálkozásánál áll meg. A kapuk mellett a városnak bemenetelin, az ajtók bemenetelinél zeng. Ti nektek kiálltok, férfiak, és az én szóm az emberek fiaihoz. Értsétek meg ti együgyűek az eszességet, és ti balgatagok, vegyétek eszetekbe az értelmet. Halljátok meg! mert jeles dolgokat szólok, és az én számnak felnyitása igazság, mert igazságot mond ki az én ényem, és utálat az én ajkaimnak a gonoszság. Igaz én számnak minden beszéde, semmi sincs ezekben hamis vagy elfordult dolog. Mind egyenesek az értelmesnek, és igazak azoknak, kik megnyerték a tudományt. Vegyétek az én tanításomat, és nem a pénzt, és a tudományt inkább, mint a választott aranyat. Mert jobb a bölcsesség a drága gyöngyöknél, és semmi gyönyörűségek ehhez egyenlők nem lehetnek. Én bölcsesség lakozom az eszességben, és a megfontolás tudományát megnyerem. Jahuának félelme, a gonosznak gyűlölése, a kevéséget és felfúvalkodást és a gonosz utat és az álnok száját gyűlölöm. Enyém a tanács és a valóság, én vagyok az eszesség, enyém az erő. Én általam uralkodnak a királyok, és az uralkodók végeznek igazságot. Én általam viselnek a fejedelmek fejedelemséget, és a nemesek a földnek minden bírái. Én az engem szeretőket szeretem, és akik engem szorgalmasan keresnek, megtalálnak. Gazdagság és tisztesség van nálam, megmaradandó jó és igazság. Jobb az én gyümölcsöm a tiszta aranynál és szín és az én hasznom a válogatott ezüstnél. Az igazságnak útján járok, és az igazság ösvényének közepén, hogy az engem szeretőknek valami valóságost adjak örökségül, és erszényeiket megtöltsem. Jahu az ő útjának kezdetélül szerzett engem az ő munkája előtt régen. Örök időktől fogva felkenettem, kezdettől a föld kezdetétől fogva még mikor semmi mélységek nem voltak, születtem vala, még mikor semmi források vízzel teljesek nem voltak. Minek előtte a hegyek leülepettek volna, a halmoknak előtte születtem. Mikor még nem csinálta vala a földet és a mezőket és a világ porának kezdetét, mikor készíti az eget ott valék, mikor felveti a mélységek színén a kerekséget, mikor megerősíti a felhőket ott fent, mikor erősek lőnek a mélységeknek forrásai, mikor felveti a tengernek határit, hogy a vizek át ne az ő parancsolatát, mikor megállapítál földnek fundamentumait. Mellette valék, mint kézmíves, és gyönyörűsége valék minden nap, játszva ő előtte minden időben, játszva az ő földének kerekségén és gyönyörűségem az emberek fiaiban. És most, fiaim, hallgassatok engemet, és boldogok, akik az én utaimat megtartják. Hallgassátok a tudományt, és legyetek bölcsek, és magatokat elne vonjátok. Boldog ember, aki hallgat engem, az én ajtóm előtt virrasztván minden nap az én ajtóim félfájt őrizvén. Mert aki megnyer engem, nyert életet, és szerzett Jahuától jó akaratot. De aki védkezik ellenem, erőszakot cselekszik az ő roháján, minden valaki engem gyűlöl, szereti a halált. Kilencedik fejezet Bölcsesség megépítette az ő házát, annak hét oszlopát kivágván, megölte vágni valóit, kitöltötte borát, asztalát is elkészítette, elbocsáta az ő leányit, hívogat a város magas helyeinek tetején. Ki tudatlan, térjen ide, az értelem nélkül valónak mondja. Jöjjetek, éjetek az én étkemmel, és igyatok a borból, melyet töltöttem. Hagyjátok el a bolondokat, hogy éljetek, járjatok az eszességnek útján. Aki tanítja a csúfolót, nyer magának szidalmat, és aki feddi a latrot, szégyenére lesz. Ne fedd meg a csúfolót, hogy ne gyűlöljön téged, fedd meg a bölcset, és szeret téged. Adj a bölcsnek, és még bölcsebb lesz. Tanítsd az igazat, és öregbíti a tanulságot. A bölcsességnek kezdete Jahuának félelme, és a különválasztottnak ismerete az eszesség mert én általam sokasulnak meg a te napjaid, és meghosszabbítják neked életednek esztendeit. Ha bölcs vagy, bölcs vagy te magadnak, ha pedig csúfoló vagy, magad vallott kárát. Balgaság asszony fecsegő, bolond, és semmit nem tud. És leült az ő házának ajtajában, székre a városnak magas helyein, hogy hívja az úton járókat, akik egyenesen mennek útjukon. Ki együgyű térjen ide, és valaki esztelen, annak mondja. A lopott víz édes, és a titkon való étel gyönyörűséges. És az nem tudja, hogy ott élet nélkül valók vannak, és a pokol mélyébe esnek az ő hivatalosai. Tizedik fejezet Salomó bölcs mondásai a bölcs fiú örvendezteti az ő atyát, a bolond fiú pedig szomorúsága az ő anyjának. Nem használnak a gonoszság kincsei, az igazság pedig megszabadít a halálból. Jahua nem hagyja éhezni az igaznak ruáchját, a gonoszoknak kívánságát pedig elveti. Szegényé lesz, aki cselekszik rest kézzel, a gyors munkások keze pedig meggazdagít. Gyűjt nyárban az eszes fiú, álomba merül az aratás idején a megszégyenítő fiú. Áldások vannak az igaznak fején, a gonoszok szája pedig erőszaktételt fedbe. Az igaznak emlékezete áldott, a hamisaknak neve pedig megrothad. A bölcs elmélyű beveszi a parancsolatokat, a bolond ajkú pedig elveszti magát. Aki tökéletességben jár, bátorsággal jár, aki pedig elferdíti az ő útját, kiismertetik. Aki szemmel hunyorgat, bántást szerez, és a bolond ajkú elesik. Életnek kútfeje, az igaznak szája, a gonoszoknak szája pedig erőszaktételt fedezel. A gyűlölség szerez versengést, minden védket pedig elfedez a szeretet. Az eszesek ajkaim bölcsesség találtatik, a vesző pedig a bolond hátának. A bölcsek tudományt rejtegetnek, a bolondnak szája pedig közeli romlás. A gazdagnak marhája az ő megerősített városa, szűkölködőknek romlása az ő szegénységük az igaznak keresménye életre, a gonosznak jövedelme bűnre van. A bölcsesség megőrizőnek útja életre van, a fenyítéket elhagyó pedig tévelyeg. Aki elfedezi a gyűlölséget, hazugajkú az, és aki szól gyalázatot, bolond az. A sok beszédben elmaradhatatlan a vétek, aki pedig megtartóztatja ajkait, az értelmes. Választott ezüst az igaznak nyelve, a gonoszok elméje kevés érő. Az igaznak ajkai sokakat legeltetnek, a bolondok pedig esztelenségükben halnak meg. Jahuának áldása az gazdagít meg, és azzal nem szerez bántást. Miképpen játék a bolondnak bűn cselekedni, azonképpen az eszes férfiúnak bölcsen cselekedni. Amitől retteg a gonosz, az esik ő rajta, amit pedig kívánnak az igazak, meg lesz az. Amint a forgószél ráfuval, már oda van a gonosz, az igaznak pedig örökké való fundamentuma van. Minémű az ecet a fogaknak és a füst a szemeknek, olyan a rest azoknak, akik azt elküldötték. Jahuának félelme hosszabbítja meg a napokat, a gonoszoknak pedig esztendeik megrövidülnek. Az igazaknak reménysége öröm, a gonoszoknak várakozása pedig elvész. Erősség a tökéletesnek, jahuának útja, de romlás a hamisság cselekedőinek. Az igaz soha meg nem mozdul, de a gonoszok nem lakják a földet. Az igaznak szája bőségesen szól bölcsességet, a gonoszság nyelve pedig kivágatik. Az igaznak ajkai azt tudják, ami kedves, a gonoszoknak szája pedig a gonosságot. 11. fejezet. Az álnok font utálatos jahuánál, az igaz mérték pedig kedves neki. Kevéség jő, gyalázat jő, az alázatosoknál pedig bölcsesség van. Az igazokat tökéletességük vezeti, de a hitetleneket, gonosságuk elpusztítja. Nem használ a vagyon a haragnak idején, az igazság pedig kiragad a halából. A tökéletesnek igazsága igazgatja az ő útját, de önnön gonoszságában esik el a gonosz. Az igazaknak igazságuk megszabadítja őket, de az ő kívánságokban fogadnak meg a hitetlenek. Mikor meghal a gonosz ember, elvész az ő reménysége, a bűnösök várakozása is elvész. Az igaz a nyomorúságból megszabadul, a gonosz ő helyette beesik abba. Szájával rontja meg a képmutató fele barátját, de az igazak a tudomány által megszabadulnak. Az igazak javán örül a város, és mikor elvesznek a gonoszok, örvendezés van. Az igazaknak áldása által emelkedik a város, a gonoszoknak szája által pedig megromol megutálja fele barátját a bolond, az eszes férfiú pedig hallgat. A rágalmazó megjelenti a titkot, de a hűséges lelkű elfedezi a dolgot. Ahol nincs vezetés, elvész a nép, a megmaradás pedig a sok tanácsos által van. Teljességgel megrontatik, aki kezes lesz idegenért, aki pedig gyűlöli a kezességet, bátorságos lesz. A kedves asszony megtartja a tiszteletet, a hatalmaskodók pedig megtartják a gazdagságot. Ő magával teszi jól a kegyes férfiú, a kegyetlen pedig öntestének okoz fájdalmat. A gonosz munkál állnak keresményt, az igazság szerzőnek pedig jutalma valóságos. Aki őszinte az igazságban, az életére, aki pedig a gonoszt követi, a vesztére. Utálatosok Jahuánál az álnok szívűek, kedvesek pedig ő akik az ő útjokban tökéletesek. Kézadással, hogy nem marad büntetlen a gonosz, az igazaknak pedig magva megszabadul. A disznó orrában az aranyperec, a szép asszony, akinek nincs okossága. Az igazaknak kívánsága csak jó, a gonoszoknak várakozása pedig harag van olyan, aki bőven adakozik, és annál inkább gazdagodik, és aki megtartóztatja a járandóságot, de ugyan szűkölködik. A másra jól tevő ember megkövéredik, és aki mást felüdít, maga is üdül. Aki búzáját visszatartja, átkozza azt a nép, annak fején pedig, aki eladja, áldás. Aki jóra igyekezik, jó akaratot szerez, aki pedig gonoszt keres, ő magára jő az. Aki bízik az ő gazdagságában, elesik, de mint a fa ága, az igazak kivirágoznak. Aki megháborítja az ő házát, annak öröksége szél lesz, és a bolond szolgálja a bölcs elméjűnek. Az igaznak gyümölcse, életnek fája, a ruhákokat nyer meg a bölcs. Íme az igaz, e földön megnyeri jutalmát, mennyivel inkább a gonosz és a bűnös. Aki szereti a dorgálást, szereti a tudományt, aki pedig gyűlöli a fenyítéket, oktalan az. 12. fejezet A jó ember jó akaratot nyeri a huától, de a gonosz embert kárhoztatja ő. Nem erősül meg ember a gonossággal, az igazaknak pedig gyökerük ki nem mozdul. A derék asszony koronája az ő férjének, de mint az ő csontjaiban való rothadás a megszégyenítő. Az igazaknak gondolataik igazak, gonoszoknak tanácsa csalás. Gonoszoknak beszédei leselkednek a vér után, az igazaknak pedig szája megszabadítja azokat. Leomlanak a gonoszok, és oda lesznek. Az igazak háza pedig megáll. Az ő értelme szerint dicsértetik a férfiú, de az elfordult elméjű utálatos lesz. Jobb, akit kevésre tartanak, és szolgája van, mint aki magát felmagasztalja és szűkkenyerű. Az igaz az ő barmának érzését ismeri, a gonosznak szíve pedig kegyetlen. Aki műveli az ő földét, megelégedik eledellel, aki pedig követ hiába valókat, bolond az. Kívánja a gonosz a gonoszok prédáját, de az igaznak gyökere ad. Az ajkaknak védkében gonosz tör van, de kimenekedik a nyomorúságból az igaz. Az ő szájának gyümölcséből elégedik meg a férfi jóval, és az ő cselekedetének fizetését veszi az ember önmagának. A bolonnak útja helyes az ő szeme előtt, de aki tanáccsal él, bölcs az. A bolonnak haragja, azon napon megismertetik, elfedezi pedig a szidalmat az eszes ember. Aki igazán szól, megjelenti az igazságot, a hamis bizonyság pedig az álnokságot. Van olyan, aki beszél hasonlókat a törszúrásokhoz, de a bölcseknek nyelve orvosság. Az igazmondó ajak megáll mindörökké, a hazugságnak pedig nyelve egy szempillantásig. Álnokság van a gonosz gondolóknak szívében, a békességnek tanácsosiban pedig vigasság. Nem vettetik az igaz semmi bántásba, a gonoszok pedig teljesek nyavajával. Utálatosok Jahuánál a család beszédek, akik pedig cselekesznek hűségesen, kedvesek őnála. Az eszes ember elfedezi a tudományt, a bolondok elméje pedig kikiáltja a bolondságot. A gyorsaknak keze uralkodik, a rest pedig adófizető lesz. A férfiúnak elméjében való gyötrelem megalázza azt, a jó szó pedig megvidámítja azt. Útba igazítja az ő fele barátját az igaz, de a gonoszok útja eltéveíti őket. Nem süti meg a rest, amit vadászásával fogott, de drága marhája az embernek serénysége. Az igazságnak útjában van élet, és az ő ösvényének útja halhatatlanság. 13. fejezet A bölcs fiú enged atya intésének, de a csúfoló semmi dorgálásnak helyt nem ad. A férfi az ő szájának gyümölcséből él jóval, a hitetlenek ruhája pedig bosszúság aki megőrzi az ő száját, megtartja önmagát, aki felnyitja száját, romlása az annak. Kívánsággal felindul, de hiába a resnek ruáhja, a gyorsak ruáhja pedig megkövéredik. A hamis dolgot gyűlöli az igaz, a gonosz pedig gyűlölségessé tesz és megszégyenít. Az igazság megőrzi azt, aki útjában tökéletes, a gonoszság pedig elveszíti a bűnöst. Van, aki hányja gazdagságát, holott semmije sincsen, viszont tetteti magát szegénynek, holott sok marhája van. Az ember életének váltsága lehet az ő gazdagsága, a szegény pedig nem hallja a fenyegetést. Az igazak világossága vigassággal ég, de a gonoszoknak szövét neke kialszik. Csak háborúság lesz a kevéségből, azoknál pedig, akik a tanácsot beveszik, bölcsesség van a hiába valóságból keresett marha megkisebbül, aki pedig kezével gyűjt, megöregbíti. A halogatott reménység beteggé teszi a szívet, de a megadatott kívánság életnek fája. Az igének megutálója megrontatik, aki pedig féli a parancsolatot, jutalmát veszi. A bölcsnek tanítása életnek kútfeje, a halál tőrének eltávoztatására. Jó értelem ad kedvességet, a hitetleneknek pedig útja kemény. Minden eszes cselekszik bölcsességgel, a bolond pedig kijelenti az ő boldogságát. A gonosz követ bajba esik, a hívséges követ pedig gyógyulás. Szegénység és gyalázat lesz azon, aki a fenyítékből magát elvonja, aki pedig megfogadja a dorgálást, tiszteltetik. A megnyert kívánság, gyönyörűséges a ruáknak, és utálatosság a bolondoknak eltávozniuk a gonosztól. Aki jár a bölcsekkel bölcs lesz, aki pedig magát társuladja a bolondokhoz, megromol. A bűnösöket követi a gonosz, az igazaknak pedig jóval fizet. A jó örökséget hagy unokáinak, a bűnösnek marhái pedig eltétetnek az igaz számára. Bőétele lesz a szegényeknek az új törésen, de van olyan, aki igazságtalansága által vészel. Aki megtartóztatja az ő veszélyét, gyűlöli az ő fiát, aki pedig szereti azt, megkeresi őt fenyítékkel. Az igaz eszik az ő kívánságának megelégedéséig, a gonosznak hasa pedig szűkölködik. 14. fejezet a bölcs asszony építi a maga házát, a bolond pedig önkezével rontja el azt. Aki igazán jár féli jahuát, aki pedig elfordult az ő utaiban, megutálja ő. A bolondnak szájában van, kevéségnek pálcája, a bölcseknek pedig beszéde megtartja őket. Mikor nincsenek ökrök, tiszta a jászol, a gabonának bősége pedig az ökörnek erejétől van a hűséges tanú nem hazud, a hamis tanú pedig hazugságot bocsát szájából. A csúfoló keresi a bölcsességet, és nincs, a tudomány pedig az eszesnek könnyű. Menj el a bolond férfiú elől, és nem ismerted meg a tudománynak beszédét. Az eszesnek bölcsessége az ő útjának megértése, a bolondoknak pedig bolondság a csalás. A bolondokat megcsúfolja a bűnért való áldozat, az igazak között pedig jó akarat van. A szív tudja az ő keserűségét, és az ő örömében az idegen nem részes. Gonoszoknak háza elvész, de az igazaknak sátora megvirágzik. Van olyan út, helyesnek látszik az ember előtt, és vége a halálra menő út. Nevetés közben is fáj a szív, és végre az öröm fordul szomorúságra. Az ő utaiból elégszik meg az elfordult elméjű önmagából pedig a jó férfiú. Az együgyű hisz minden dolognak, az eszes pedig a maga járására vigyáz. A bölcs félvén eltávozik a gonosztól, a bolond pedig dühöngő és elbizakodott. A hirtelen haragú bolondságot cselekszik, és a cselszövő férfi gyűlölséges lesz. Bírják az esztelenek a bolondságot örökség szerint, az eszesek pedig fonják a tudománynak koszorúját. Meghajtják magukat a gonoszok a jók előtt, és a hamisak az igaznak kapujánál, Még az ő felebarátjánál is utálatos a szegény, a gazdagnak pedig sok a barátja. Aki megutálja az ő felebarátját, védkezik, aki pedig a szegényekkel kegyelmességet cselekszik, boldog az. Nem de tévejegnek, akik gonoszt szereznek, kegyelmesség pedig és igazság a jó szerzőknek. Minden munkából nyereség lesz, de az ajkaknak beszédéből csak szűkölködés. A bölcseknek ékességük, az ő gazdagságuk, a tudatlanok bolondsága, bolondság. Ruahokat szabadít meg az igaz bizonyság, hazugságokat szól pedig az álnok. Jahuának félelmében erős a bizodalom, és az ő fiainak lesz menedéke. Jehuának félelme az életnek kútfeje a halál törének eltávoztatására. A nép sokasága a király dicsősége, a nép elfogyása pedig az uralkodó romlása. A haragra késedelmes bővelkedik értelemmel, aki pedig elméjében hirtelenkedő, bolondságot szerez az. A szelíd szíva testnek élete, az irítség pedig a csontoknak rothadása aki elnyomja a szegényt, gyalázattal illeti annak teremtőjét, az pedig tiszteli, aki könyörül a szűkölködőn. Az ő nyavajájába ejti magát a gonosz, az igaznak pedig halála idején is reménysége van. Az eszesnek elméjében nyugszik a bölcsesség, ami pedig a tudatlanokban magát megismerheti. Az igazság felmagasztalja a nemzetet, a bűn pedig gyalázatára van a népeknek. A királynak jó akarata van az eszes szolgához, haragja pedig a megszégyenítőhöz. 15. fejezet az engedelmes felelet elfordítja a harag felgerjedését, a megbántó beszéd pedig támaszt haragot. A bölcsek nyelve beszél jó tudományt, a tudatlanoknak száján pedig bolondság buzog ki. Minden helyeken Jahuának szemei nézvén a jókat és gonoszokat, a nyelv szelítsége életnek fája, az abban való hamisság pedig a ruhának gyötráme. A bolond megutálja az ő atyának tanítását, aki pedig megbecsüli a dorgálást, igen eszes. Az igaznak házában nagy kincs van, a gonosznak jövedelmében pedig háborúság. a bölcseknek ajkaik hintegetnek tudományt, a bolondoknak pedig elméje nem helyes. A gonosznak áldozata gyűlölséges jahuának, az igazak könyörgése pedig kedves neki. Utálat jahuánál a gonoszok útja, azt pedig, aki követi az igazságot, szereti. Gonosz dorgálás arra, aki útját elhagyja, aki gyűlöli a fenyítéket, meghal. A sír és a pokol jahu előtt vannak, mennyivel inkább az emberek szíve. Nem szereti a csúfoló a feddést, a bölcsekhez nem megy. A vidám elme megvidámítja az orcát, de a szívnek bánatja miatt a ruhá megszomorodik. Az eszesnek elméje keresi a tudományt, a tudatlanok szája pedig legel bolondságot. Minden napjai a szegénynek nyomorúságosak, a vidám elméjűnek pedig szüntelen lakodalma. Jobb a parénak étele, ahol szeretet van, mint a hízlalt ökör, ahol van gyűlölség. A haragos férfiú szerez háborúságot, a hosszú tűrő pedig lecsendesíti a háborgást. A resnek útja olyan, mint a tövises sövény, az igazaknak pedig útja a megegyengetett. A bölcs fiú örvendezteti az atyát, a bolond ember pedig megutálja az anyját. A bolondság öröme az esztelennek, de az értelmes férfiú igazán jár. Hiába valók lesznek a gondolatok, mikor nincs tanács, de a tanácsosok sokaságában előmennek. Öröme van az embernek szája feleletében, és az idejében mondott beszéd ó, mely igen jó. Az életnek útja felfelé van az értelmes ember számára, hogy eltávozzék a pokoltól mely aláfelé van. A kevélyeknek házát kiszaggatja Jahua, megerősíti pedig az özvegynek határát. Utálatosak Jahuának a gonosz gondolatok, de kedvesek a tiszta beszédek. Megháborítja az ő házát, aki követi a telhetetlenséget, aki pedig gyűlöli az ajándékokat, él az. Az igaznak elméje meggondolja, mit szóljon, a gonoszoknak pedig szája ontja a gonoszt. Messze jahu a gonoszoktól. Az igazaknak pedig könyörgését meghallgatja. A szemek világa megvidámítja a szívet, a jó hír megerősíti a csontokat. Amely fül hallgatja az életnek dorgálását, a bölcsek között lakik aki elvonja magát az erkölcsi tanítástól, megutálja az ő ruháját aki pedig hallgatja a feddést, értelmet szerez. Jahuának félelme a bölcsességnek tudománya, és a tisztességnek előtte jár az alázatosság. 16. fejezet Az embernél vannak az elme gondolatai, de Jahuától van a nyelv felelete minden utai tiszták az embernek a maga szemei előtt, de aki a ruáhokat vizsgálja, Jahua az. Bizzad Jahuára a te dolgaidat, és a te gondolatid véghez mennek. Minden teremtett Jahua az ő maga céljára, a gonoszt is a büntetésnek napjára. Utálatos Jahuának minden, aki elméjében felfuvalkodott. Kezemet adom rá, hogy nem marad büntetlen könyörületességgel és igazsággal töröltetik el a bűn, és Jahuának félelme által távozhatunk el a gonosztól. Mikor jó akarattal van Jahu a valakinek utaihoz, még annak ellenségeit is jó akaróivá teszi. Jobb a kevés igazsággal, mint a gazdag jövedelem hamissággal. Az embernek elméje gondolja meg az ő útját, de Jahua igazgatja annak járását. Jósige van a király ajkain, az ítéletben ne szóljon hamisságot az ő szája. Jahuái az igaz mérték és mérő serpenyő, az ő műve minden mérőkő. Utálatos legyen a királyoknál gonosságot cselekedni, mert igazsággal erősítetik meg a királyi szék. Kedvesek a királyoknak az igaz beszédek, és az igazmondót szereti. A királynak felgerjedt haragja a halál követe, de a bölcs férfiú leszállítja azt. A királynak vidám orcájában élet van, jó akarata olyan, mint a tavaszi eső fellege. Szerezni bölcsességet, ó, mennyivel jobb az aranynál, és szerezni eszességet, kívánatosabb az ezüstnél. Az igazak országútja eltávozása gonosztól megtartja magát az, aki megőrzi az ő útját a megromlás előtt kevéség, és az eset előtt alkodottság. Jobb alázatos ruhákkal lenni a szelidekkel, mint zsákmányon osztozni a kevélyekkel. Aki figyelmez az igére jót nyer, és aki bízik Jahuában, ó, mely boldog az. Aki elmében bölcs, hivatik értelmesnek, a beszédnek pedig édessége neveli a tudományt. Életnek kútfeje az értelem, aki bírja azt, de a bolondok fenyítéke bolondságuk. A bölcsnek elméje értelmesen igazgatja az ő száját, és az ő ajkain öregbíti a tudományt. Lépes a gyönyörűséges beszédek, édesek a ruáknak, és meggyógyítója a tetemeknek. Van oly út, mely igaz az ember szeme előtt, de vége a halálnak útja. A munkálkodó magának munkálkodik, mert az ő szája kényszeríti őt. A haszontalan ember gonoszt ás ki, és az ő ajkain, mint egy égő tűz van. A gonosz ember versengést szerez, és a súsárló elválasztja a jó barátokat. Az erőszakos ember elhiteti az ő fele barátját, és nem jó úton viszi őt. Aki behunja szemeit, hogy álnokságot gondoljon, aki összeszorítja ajkait, véghez vitte a gonoszságot. Igen szép ékes korona a vénség, az igazságnak útjában találtatik. Jobba hosszú tűrű az erősnél, és aki uralkodik a maga indulatján, annál, aki várost vesz meg. Az ember keblében vetnek sorsot, de Jahuától van annak minden ítélete. 17. fejezet Jobb a száraz falat, melyel van csendesség, mint a levágott barmokkal teljes ház, melyben háborúság van. Az értelmes szolga uralkodik a gyalázatos fiún és az atyafiak között, az örökségnek részét veszi. Az olvasztó tégely az ezüst számára van, és a kemence az aranyéra, a szívek vizsgálója pedig jahóa. A gonosz tevő hallgat az álnok beszédekre, a család hallgat a gonosz nyelvre. Aki megcsúfolja a szegény, gyalázattal illeti annak teremtőjét, aki gyönyörködik nyomorúságában, büntetlen nem lészen. A véneknek ékessége az unokák, és a fiaknak ékessége az atyák. Nem illik a bolonnak az ékes beszéd, még kevésbé a tisztességesnek a hazug beszéd. Drága kő az ajándék elfogadójának szemei előtt, mindenütt, ahova csak fordul, okosan cselekszik. Elfedezi a védket, aki keresi a szeretetet, aki pedig ismétlen előhoz egy dolgot, elszakasztja egymástól a barátságosokat is. Foganatos a dorgálás az eszesnél, mintha megvernéd a bolondot százszor is. Csak ellenkezést keres a gonosz, végre kegyetlen követ bocsáttatik ellene. Találjon valakire a fiától megfosztott medve, csak ne a bolond az ő bolondságában. Aki fizet gonoszta jóért, nem távozik el a gonosz annak házától. Aki árvizet szabadít el, a háborúság kezdete. Azért minek előtte kihatna, hagyd el a versengést. Aki igaznak mondja a bűnöst és kárhoztatja az igazat, utálatos jahuának egyaránt mind a kettő. Miért van a vétel ára a bolonnak kezében a bölcsesség megszerzésére, holott nincsen neki elméje? Minden időben szeret, aki barát, és testvérül születik a nyomorúság idejére. Értelmetlen ember az, aki kezét adja, fogadván kezességet barátja előtt. Szereti a gonoszt, aki szereti a háborúságot, aki magasbítja kapuját, romlást keres. Az elfordult szívű ember nem nyerhet jót, és aki az ő nyelvével gonosz, esik nyomorúságba. Aki szül bolondot, ő magának bánatra, és nem örvendez a bolondnak atya. A vidám elve jó orvosságú szolgál, a szomorú ruhák pedig megszárasztja a csontokat. A kebelből kivett ajándékot a gonosz elveszi, a tora útjának elfordítására. Az eszesnek orcájából kitetszik a bölcsesség, a bolonnak pedig szemei a földnek végéig. Búsulása az ő atyának, a bolond fiú és az ő szülőjének keserűsége. Még megbírságolni is az igazat nem jó. A tisztességest megverni igazságáért. Aki megtartóztatja beszédét, az tudós ember, és aki higgat ruáhú, az értelmes férfiú. Még a bolond is, amikor hallgat, bölcsnek ítéltetik, mikor ajkait bezárja, eszesnek. 18. fejezet a maga kívánsága után megy az agyas ember, minden igaz bölcsesség ellen dühösködik. Nem gyönyörködik a bolond az értelemben, hanem abban, hogy az ő elméje nyilvánvalóvá legyen. Mikor eljő a gonosz, eljő a megutálás, és a szidalommal a gyalázat. Mély víz az ember szájának beszéde, buzgó patak a bölcsességnek kútfeje. A gonosz személyének kedvezni nem jó, Elfordítani az igazat az ítéletben. A bolonnak beszédei szereznek versengést, És az ő szája ütésekért kiállt. A bolonnak szája az ő romlása, És az ő beszédei az ő életének tőle. A súsárlónak beszédei hízelkedők, És azok a szív belsejét áthatják. Aki lágyan viseli magát, az ő dolgában, testvére annak, aki tönkre tesz. Erős torony Jahuának neve, ahhoz folyamodik az igaz és bátorságos lészen. A gazdagnak vagyona az ő erős városa, és mint a magas kőfal az ő gondolata szerint. A megromlás előtt felfogalkodik az ember elméje, a tisztesség előtt pedig alázatosság van. Aki felel valamit, míg meg nem hallja, ez bolondság és gyalázatos ránézve. A férfiú ruhája elviseli a maga erőtlenségét, de a megtört ruhát kiviseli el. Az eszesnek elméje tudományt szerez, és a bölcseknek füle tudományt keres. Az embernek ajándék a szabad utat szerez neki, és a nagyoknak orcája elé viszi őt. Igaza van annak, aki első a perben, Míg nem eljő az ő peres peresfele és megvizsgálja őt. A versengéseket megszünteti a sorsvetés, és az erőseket elválasztja. A felingerelt atyafiú az erős városnál, és a versengések olyanok, mint a vár zárja. A férfi szájának hasznával elégedik meg az ő belseje, az ő beszédének jövedelmével lakik jól mind a halál, mind az élet a nyelv hatalmában, és Kiki -ki szeret azzal élni, eszi annak gyümölcsét. Megnyerte a jót, aki talált feleséget és vet jó akaratot jahuától. Alázatos kérést szól a szegény, a gazdag pedig keményen felel. Az ember, akinek sok barátja van széttöretik, de van barát, aki ragaszkodóbb a testvérnél. 19. fejezet Jobb a tökéletesen járó szegény, a gonosz nyelvűnél, aki bolond. A ruach sem jó tudomány nélkül, és aki a lábával siet, hibázik. Az embernek bolondsága fordítja el az ő útját, és Jahua ellen haragszik az ő szíve. A gazdagság szaporítja a sok barátot, a szegénytől pedig az ő barátja elválik a hamis tanú büntetlen nem marad, és a hazugságoknak szólója meg nem szabadul. Sokan hízelegnek a nemes lelkű embernek, és minden barát az adakozói. A szegényt minden atyafia gyűlöli, még barátai is eltávolodnak tőle, unszolja szavakkal, de ők eltűnnek. Aki értelmet szerez, szereti az életét, aki megőrzi az értelmességet, jót nyer. A hamis bizonyság nem marad büntetlen, és aki hazugságokat beszél, elvész. Nem illik a bolondhoz a gyönyörködés, sokkal inkább nem a szolgának uralkodni a fejedelmeken. Az embernek értelme hosszú tűrővé teszi őt, és ékességére van neki elhallgatni a vétket. Mint az ifjú oroszlánnak ordítása olyan a királynak haragja, mint a harmat pedig a füvön az ő jó akarata. Romlása az ő atyának a bolond fiú, és mint a szüntelen csepegés az asszonynak zsémbelődése. A ház és marha atyától való örökség, jahuától van pedig az értelmes feleség. A restség álomba merít, és a lomha ruach megéhezik. Aki megtartja a parancsolatot, megtartja ő magát, aki nem vigyáz útaira, meghal. Kölcsönad jahuának, aki kegyelmes a szegényhez, és az ő jó téteményét megfizeti neki. Fenyítsd meg a te fiadat, mert még van remény, de annyira, hogy őt megöld, ne vigyen haragod. A nagy haragú büntetést szenvedjen, mert ha menteni akarod, még növeled haragját. Engedj a tanácsnak és vedd be az erkölcsi oktatást, hogy bölcs légy végre. Sok gondolat van az ember elméjében, de csak Jahuának tanácsa áll meg. Amit leginkább kell embernek kívánni, az irgalmasság az, és jobb a szegény a hazug férfiúnál. Jahuának félelme életre visz, és megelégedve tölti az éjt, gonosszal nem illettetik. Bemártya a rest az ő kezét a tálba, de már a szájához nem viszi vissza. Ha a csúfolót megvered, az együgyű lesz okosabb, és ha megdorgálod az eszest, megérti a tudományt. Aki atyával erőszakoskodik, anyját elűzi, gyalázatos és megszégyenítő fiú az. Szűnjél meg, fiam, hallgatni az olyan tanítást, hogy a bölcsességnek igéjétől eltévedj. A semmire való bizonyság csúfolja a torát, a gonoszok szája elnyeli a gonosságot a csúfolóknak készítettek a büntetések, és az ütések a bolondok hátának. 20. fejezet A bor csúfoló, a részegítő ital háborgó, és valaki abba beletéved nem bölcs. Mint a fiatal oroszlán ordítása olyan a királynak rettentése, aki azt haragra ingerli, vétkezik a maga élete ellen tisztesség az embernek elmaradni a versengéstől, valaki pedig bolond patvarkodik. A hideg miatt nem szánt a rest, aratni akar majd, de nincs mit. Mévíz a férfiúnak elméjében a tanács, mindazáltal a bölcs ember kimeríti azt. A legtöbb ember talál valakit, aki jó hozzá, de hű embert azt kitalálhat. Aki az ő tökéletességében jár, igaz ember boldogok az ő fiai ő utána. A király, ha az ő ítélő ül, tekintetével minden gonoszt eltávoztat. Ki mondhatná azt? Megtisztítottam szívemet, tiszta vagyok az én bűnömtől. A kétféle font és a kétféle mérték utálatos jahuánál egyaránt mind a kettő. Az ő cselekedeteiből ismerteti meg magát még a gyermek is, ha tiszta-e, és ha igaz -e, az ő cselekedete. A halló fület és a látó szemet Jahua teremtette egyaránt mind a kettőt. Ne szeresd az álmod, hogy ne légy szegény, nyisd fel a te szemeidet, megelégszel kenyérrel. Hitvány, hitvány, azt mondja a vevő, de mikor elmegy, akkor dicsekedik. Van arany és drága gyöngyök sokasága, de drága szer a tudományjal teljes ajak vedd el ruháját, mert kezes lett másért, és az idegenért vedd el zálogát. Gyönyörűséges az embernek az álnokságnak kenyere, de annak utána betelik az ő szája kavicsokkal. A gondolatok tanácskozással erősek, és bölcs vezetéssel folytas hadakozást. Megjelenti a titkot, aki rágalmazó, tehát aki fecsegő szájú, azzal ne barátkozzál. Aki az ő atyát vagy anyját megátkozza, annak kialszik szövét neke a legnagyobb sötétségben. Amely örökséget először siettetnek, annak vége meg nem áldatik. Nem mond, bosszút állok rajta. Várjad Jahuát, és megszabadít téged. Utálatos Jahuánál a kétféle súly és a hamis fontok nem jó dolgok. Jahuától vannak a férfi lépései, az ember pedig mit ért az ő útjában tőr az embernek meggondolatlanul mondani, külön választott, és a fogadástétel után megfontolni. Szétszorja a gonoszokat a bölcs király, és fordít rájuk kereket. Jahuától való szövédnek az embernek ruáhja, aki megvizsgálja a szívnek minden rejtekét. A kegyelmesség és az igazság megőrzik a királyt, megerősíti irgalmasság által az ő székét. Az ifjaknak ékessége az ő erejük, és a véneknek dísze az őszhaj. A kékek, a sebek távoztatják el a gonoszt, és a belső részekig ható csapások. 21. fejezet Mint a vizeknek folyásai, olyan a királynak szíve Jahuának kezében, valahová akarja, odahajtja azt. Az embernek minden útja igaz a maga szemei előtt, de a szívek vizsgálója, Jahua. Az igazságnak és igaz ítéletnek gyakorlását inkább szereti Jahua az áldozatnál. A szemnek fenhéjázása és az elmének kevésége, a gonoszok szántása bűn. A szorgalmatosnak igyekezete csak gyarapodásra van, valaki pedig hirtelenkedik, csak szükségre jut. A hamisságnak nyelvével gyűjtött kincs elveszett hiába valósága azoknak, akik a halált keresik. A gonoszok pusztítása magával ragadja őket, mert nem akartak igazságot cselekedni. Tekervényes a bűnös embernek útja, a tisztának cselekedete pedig igaz. Jobb a tetőormán lakni, mint háborgó asszonynal és közös házban. A gonosznak ruáhja kíván gonoszt, az ő szeme előtt nem talál könyörületre az ő fele barátja. Mikor a csúfolót büntetik, az együgyű lesz bölcs, mikor pedig a bölcset oktatják, ő veszi eszébe a tudományt. Nézi az igaz a gonosznak házát, hogy milyen veszedelembe jutottak a gonoszok. Aki bedugja fülét a szegény kiáltására, ő is kiált, de meg nem hallgattatik a titkon adott ajándék elfordítja a haragot, és a kebelben való ajándék a kemény búsulást. Vigasság az igaznak igazat cselekedni, de ijedelem a hamisság cselekedőinek. Az ember, aki eltévejedik az értelemnek útáról, az élet nélkül valók eklésziáiban nyugszik. Szűkölködő ember, aki szereti az örömet, aki szereti a bort és az olajat, nem lesz gazdag. Az igazért váltságdíj a gonosz, és az igazak helyett a hitetlen büntettetik meg. Jobb lakozni a pusztának földén, mint a feddődő és haragos asszonya. Kívánatos kincs és kenet van a bölcsnek házában, a bolond ember pedig eltékozolja azt. Aki követi az igazságot és az irgalmasságot, nyer életet, igazságot és tisztességet a hősök városába felmegy a bölcs és lerontja az ő erejét. Aki megőrzi száját és nyelvét, megtartja életét a nyomorúságtól. A kevé dőfösnek csúfoló a neve, aki haragjában kevéséget cselekszik. A resnek kívánsága megemészti őt, mert az ő kezei nem akarnak dolgozni. Egész nap kívánságtól gyötretik, az igaz pedig ad, és nem tartóztatja meg. A gonoszok áldozata utálatos, kivált, mikor gonosz tettért viszi. A hazug bizonyság elvész, aki pedig figyelmez, örökké szól. Megkeményíti a gonosz ember az ő orcáját, az igaz pedig jól rendeli az ő útját. Nincs bölcsesség és nincs értelem, és nincs tanács Jahua ellen. Készen áll a ló az ütközetnek napjára, de Jahuáé a megtartás. 22. fejezet Kívánatosabb a jó hírnév nagy gazdagságnál, ezüstnél és aranynál a kedvesség jobb. A gazdag és szegény összetalálkoznak, mindkettőt pedig Jahua szerzi. Az eszes meglátja a bajt és elrejti magát, a bolondok pedig neki mennek és kárát vallják. Az alázatosságnak bére jahu a félelme, gazdagság és tisztesség az élet. Tövisek, tőrök vannak a gonosznak útjában, aki megőrzi a maga ruachját, távol jár azoktól. Tanítsd a gyermeket az ő útjának módja szerint, még mikor megvénhedik is, el nem távozik attól. A gazdag a szegényeken uralkodik, és szolgálja a kölcsönvevő a kölcsönadónak aki vet álnokságot, arat nyomorúságot, és az ő haragjának veszélye megtöretik. Az irgalmas szemű ember megáldatik, mert adott az ő kenyeréből a szegénynek. Üzdal a csúfolót, és elmegy a háborgás is, és megszűnik a patvarkodás és a szidalmazás. Aki szereti a szívnek tisztaságát, beszéde kedvesség, annak barátja a király. Jahuának szemei megőrzik a tudományt, a hitetlennek beszédét pedig felforgatja. A rest azt mondja, oroszlán van ott kín, az utcák közepén megölettetném. Méverem az idegen asszonyoknak szája, akire haragszik Jahua odásik. A gyermek elméjéhez köttetett a bolondság, a fenyítés veszélye messze elűzi őtől azt. Aki elnyomja a szegényt, hogy szaporítsa az ő marháját, aki ad a gazdagnak végre szűkölködésre. Hajtsd füledet és hallgasd a bölcseknek beszédeit, és a te elmédet figyelmeztesd az én tudományomra. Mert gyönyörűséges lesz, ha megtartod azokat szívedben, legyenek együtt állandók a te ajkaidon hogy Jahuában legyen a te bizodalmad, arra tanítottalak ma téged, igen, téged. Nem írtam-e neked drága, szép tanulságokat, tanácsokban és tudományban? Hogy tudtad adjam neked az igazság beszédeinek bizonyos voltát, hogy igaz beszédet a válaszul -e elküldőidnek. Ne rabold ki a szegényt, mert szegény ő, és meg ne ronsd a nyomorultat a kapuban mert Jahua forgatja azoknak ügyét, és az ő kirablóik életét elragadja. Ne tarts barátságot a haragossal, és a dühösködővel nem menj. Hogy el ne tanuld az ő utait és tört ne tennem magadnak. Ne légy azok közt, akik kézbe csapnak, akik adósságért kezeskednek. Ha nincs neked miből megadnod, miért vegye el a te ágyadat te alólad? Ne el a régi határt, melyet csináltak a te eleid. Láttál-e az ő dolgában szorgalmatos embert? A királyok előtt álland, nem marad meg az alsó rendőek között. 23. fejezet Mikor leülsz enni az uralkodóval, szorgalmasan reávígyálsz, ki van előtted és késtégy a torkodra, ha mértéktelen vagy. Ne kívánd az ő csemegéit, mert ezek hazugétkek. Ne fárazd magadat ebben, hogy meggazdagulj, eszességettől szűnjél meg, avagy a te szemeidet veted -e arra, holott a semmi, mert olyan szárnyakat szerez magának nagy hamar, mint a saskesejű, és az ég felé elrepül ne egyél az irigy szeműnek étkéből, és ne kívánd az ő csemegét. Mert mint aki számítgatja magában, olyan ő, egyél és így áll, azt mondja te neked, de azért nem jó akarattal van te hozzád. A te falatodat, amelyet megettél, kihányod, és a te ékes beszédeidet csak hiába vesztegeted. A bolondnak hallására ne szólj, mert megutálja a te beszédeidnek bölcsességét. Ne mozdítsd meg a régi határt, és az árváknak mezeiben ne kapj. Mert az ő megváltójuk erős, az forgatja az ő ügyüket ellenet. Add a te elmédet az erkölcsi tanításra, és a te füleidet a bölcs beszédekre. Ne vondd el a gyermektől a fenyítéket, ha megveredőt vesszővel meg nem hal. Te vesszővel vered meg őt, és az ő ruháját a pokolból ragadod ki. Szerelmes fiam, ha bölcs lesz a te elméd, örvendez az én ruhám nekem is. És vigadoznak az én veseim a te ajkaidnak igazmondásán. mondásán. Ne irigykedjék a te szíved a bűnösökre, hanem jahu a félelmében egész napon. Mert bizonyos vége van, a te várakozásod meg nem csalatkozik. Hallgass te, fiam, hogy légy bölcs, és jártasd ezúton szívedet. Ne légy azok közül való, akik borral dőzsölnek, azok közül, akik hússal dobzódnak. Mert a részeges és dobzódó szegény lesz, és rongyokba öltöztet az aluvás. Hallgasd a te atyádat, aki nemzet téged, és meg ne utáld a te anyádat, mikor megvéhedik. Szerez igazságot, és el ne adj, bölcsességet, és erkölcsöt, és eszességet. Igen, örül az igaznak atya és a bölcsnek szülője, annak vigadoz. Vigadjon a te atyád és a te anyád, és örvendezzen a te szülőd. Adjad, fiam, a te szívedet nekem, és a te szemeid az én utaimat megőrizzék. Mert mély verem a tisztátalan asszony, és szoros kút az idegen asszony. És az, mint a tolvaj leselkedik, és az emberek közt a hitetleneket szaporítja. Kinek jaj? Kinek ójaj? Kinek versengések? Kinek panasz? Kinek ok nélkül való sebek? Kinek szemeknek veressége? A bornál mulatóknak, akik mennek a jó bor kutatására. Ne nézd a bort, mi veres színt játszik, mint mutatja a pohárban az ő csillogását, könnyen csúszamlik, Végre, mint a kígyó, megmar, és mint a mérges kígyó megcsíp. A te szemeid nézik az idegen asszonyt, és a te elméd gondol gonosságot, és olyan leszel, mint aki fekszik a tenger közepében, és aki fekszik az árbócfának tetején. Ütöttek engem, nekem nem fájt, vertek, nem éreztem. Mikor ébredek fel, akkor folytatom, ismét megkeresem azt. 24. fejezet Ne irigykedjél a gonosz tevőkre, se ne kívánj azokkal lenni. Mert pusztítást gondol az ő szívük, és bajt szólnak az ő ajkaik. Bölcsesség által építetik a ház, és értelemmel erősítetik meg. És tudomány által telnek meg a kamarák, minden drága és gyönyörűséges marhával, a bölcs férfiú erős és a tudós ember nagy erejű. Mert eszes tanácsokkal viselhetsz hadat hasznodra, és a megmaradás a tanácsosok sokasága által van. Magas a bolondnak a bölcsesség, a kapuban nem nyitja meg az ő száját. Aki azon gondolkodik, hogy gonosz cselekedjék, azt cselszövőnek hívják. A balgatak dolognak gondolása bűn, és a rágalmazó az ember előtt utálatos. Ha lágyan viselted magadat a nyomorúságnak idején, szűk a te erőd. Szabadítsd meg azokat, akik a halálra vitetnek, és akik a megöletésre tántorognak, tartóztasd meg. Ha azt mondanád, íme nem tudtuk ezt, nem de aki vizsgálja az elméket, ő érti, és aki őrzi a te ruáhodat, ő tudja. És kinek, kinek az ő cselekedetei szerint fizet. Egyél fiam mézet, mert jó, és a színméz édes a te ínyednek. Ilyennek ismerd, a bölcsességet a teruahodra nézve, ha azt megtalálod, akkor lesz jó véged, és a te reménységed el nem vész. Ne leselkedjél, ó, te, gonosz, az igaznak háza ellen, ne pusztítsd el az ő ágyas házát. Mert ha hétszer elesik is az igaz, ugyan felkél azért, a gonoszok pedig nyavajával is elvesznek. Mikor elesik a te ellenséged, ne örülj, és mikor megütközik, ne vigadjon a te szíved. Hogy Jahua meg ne lássa, és gonosz ne legyen szemeiben, és el ne fordítsa arról az ő haragját. Ne gerj egy haragra a gonosz ellen, ne irigykedjél a gonoszokra. Mert a gonosznak nem lesz jó vége, a gonoszok szövét neke kialszik. Féld Jahuát, fiam, és a királyt, a pártütők közé ne elegyedjél. Mert hirtelenséggel feltámad az ő nyomorúságuk, és a két rendbeliek büntetését ki tudja. Ezek is a bölcsek, szemét válogatni az ítéletben nem jó. Aki azt mondja a gonosznak, igaz vagy, ezt megátkozzák a népek, megutálják a nemzetek. Akik pedig megfeddik a bűnöst, azoknak gyönyörűségökre lesz, és jó áldás szárájuk. Ajkakat csókolgat az, aki igaz beszédeket felel, szerezd el kívül a te dolgodat, és készíts elő a te meződben, annak utána építsd a házadat. Ne légy bizonyság ok nélkül a te fele barátod ellen, avagy ámítaná le valakit a te ajkaiddal. Ne mondd ezt, Amiképpen cselekedett én velem, úgy cselekszem ő vele, megfizetek az embernek az ő cselekedete szerint. A restembernek mezeinél elmenék, és az esztelennek szőlője mellett. És íme mindenütt felverte a tövis, és színét elfette a gyom, és kőgyepüje elromlott vala. Melyet én látván gondolkodám, és nézvén a tanulságot vevém abból egy kis álom, egy kis szunnyadás, egy kis kéz összetevés az alvásra. És így jő el, mint az úton járó a te szegénységed és a te szükséged, mint a pajzsos férfiú. 25. fejezet Még ezek is Salomó példabeszédei, melyeket összeszedegettek Ezekhiának, Jahuda királyának emberei. Elohimnek tisztességére van a dolgot eltitkolni, a királyoknak pedig tisztességére van a dolgot kikutatni. Az ég magasságra, a föld mélységre és a királyoknak szíve kikutathatatlan. Távolítsd el az ezüstből a salakot, és abból edény lesz az ötvösnek. Távolítsd el a bűnöst a király elől, és megerősítetik igazsággal az őszéke. Ne dicsekedjél a király előtt, és a nagyok helyére ne állj, mert jobb, ha mondják neked, jel ide fel, hogy nem mint levettetned neked a tisztességes előtt, akit láttak a te szemeid. Ne indulj fel a versengésre hirtelen, hogy azt ne kelljen kérdened, mit cselekedjél azután, mikor gyalázattal illett téged a te felebarátod. A te ügyedet végezd el felebarátoddal, de másnak titkát meg ne jelentsd hogy ne gyalázzon téged, aki hallja, és a te gyalázatod el ne távozzék. Aranyalma ezüst tányéron, a helyén mondott ige. Aranyfüggő és színarany ékesség, a bölcs intő a szófogadó fülnél. Mint a havas hideg az aratásnak idején, olyan a hív követ azoknak, akik őt elbocsátják, mert az ő gazdáinak ruháját megvidámítja. Felhő és szél, melyekben nincs eső, a férfiú, aki kérkedik hamis ajándékkal. Tűrés által engeszteltetik meg a fejedelem, és a szelíd beszéd megtöri a csontot. A mézet találsz, egyél, amennyi elég neked, de sokat ne egyél, hogy ki ne hányd azt. Ritkán tedd lábadat a te fele barátodnak házába, hogy benne teljesedjék te veled, és meg ne gyűlöljön téged. Pörő és kard és éles nyíl az olyan ember, aki hamis bizonyságot szól fele barátja ellen. Romlott fog és kimarjult láb, hitetlennek bizodalma a nyomorúság idején. Aki leveti ruháját a hidegnek idején, az ecet a szíksón, olyan, aki éneket mond a bánatos szívű ember előtt. Ha éhezik, aki téged gyűlöl, adj enni neki kenyeret és ha szomjóhozik, adj neki inni vizet, mert eleven szenet gyűjtesz az ő fejére, és Jahua megfizeti neked. Az északi szél esőt szül, és haragos ábrázatot a suttogó nyelv. Jobb lakni a tetőnek ormán, mint a háborgó asszonynal és közös házban. Hideg víz a megfáradt embernek, a messze földről való jó hírhallást. Megháborodott forrás és megromlott kútfő, az igaz, aki a gonosz előtt ingadozik. Igen, sok mézet enni nem jó, hát a magunk dicsőségét keresni dicsőség. A megromlott és kerítés nélkül való város a férfi, akinek nincsen birodalma az őruáhián. 26. fejezet. Mint a hó a nyárhoz és az eső az aratáshoz, úgy nem illik a bolondhoz a tisztesség miképpen a madár elmegy, és a fecske elrepül, azonképpen az ok nélkül való átok nem száll az emberre. Ostor a lónak, fék a szamárnak, és vesző a bolondok hátának. Ne felej meg a bolondnak, az ő bolondsága szerint, hogy ne légy te is ő hozzá hasonlatos. Felej meg a bolondnak az ő bolondsága szerint, hogy ne legyen bölcs a maga szemei előtt. Aki bolond által üzen valamit, lábait vagdalja el magának, és bosszúságot szenved. A sántának lábai lógnak, úgy a bölcsmondás a bolondoknak szájában. Mint aki követköt a parítjába úgy aki a bolondnak tisztességet tesz. A részeg ember kezébe akad a tövis, az eszes mondás a bolondoknak szájába. Mint a lövöldöző, aki mindent megsebez, olyan az, aki bolondot fogad fel, és aki csavargókat fogad fel. Mint az ebb megtér a maga okádására, úgy a bolond megkettőzteti az ő bolondságát. Láttál-e oly embert, aki a maga szemei előtt bölcs? A bolond felől reménységed legyen, hogy nem mint a felől. Azt mondja a rest. Ordít oroszlán van az úton, oroszlán van az utcákon. Az ajtó forog az ő sarkán, úgy a rest az ő ágyában. Ha a rest az ő kezét a tálba nyújtotta, resteli azt csak szájához is vinni. Bölcsebb a rest a maga személy előtt, mint hét olyan, aki okos feleletet ad. Kóbor ebet ragad fülön, aki felháborodik a perpatvaron, amely őt nem illeti. Mint a balga, aki tüzet, nyilakat és halálos szerszámokat lövöldöz olyan, aki megcsalja az ő fele barátját, és azt mondja, csak tréfáltam. Ha a fa elfogy, kialuszik a tűz, ha nincs súsárló, megszűnik a háborgás. Mint az eleven szénre a holt szén és a fa a tűzre, a háborúság szerző ember a patvarkodásnak felgyújtására. A fondorlónak beszédei hízelkedők, és azok áthatják a szív belsejét. A meg nem tisztított ezüst, melyel valami agyagedényt beborítottak, a gyullasztó ajkak a gonosz szív mellett. Az ő beszédeivel másnak tetteti magát a gyűlölő, holott az ő szívében gondol álnokságot. Mikor kedvesen szól, ne bízzál ő hozzá, mert hét iszonyatosság van szívében. Elfedeztethetik a gyűlölség csalással, de nyilvánvalóvá lesz az ő gonossága az eklésziában. Aki vermetás, abba belé esik és aki felhengeríti a követ, arra gurul vissza. A hazug nyelv gyűlöli az általa megrontott embert, és a hízelkedő száj romlást szerez. 27. fejezet Ne dicsekedjél a holnapi nappal, mert nem tudod, mit hoz a nap. Dicsérjen meg téged más, és ne a te szájad, az idegen, és ne a te ajkaid. Nehézség van a kőben, és teher a fövényben, de a bolonnak haragja nehezebb mind a kettőnél. A búsulásban kegyetlenség, és a haragban áradás, de kiállhatna meg az irítség előtt. Jobb a nyilvánvaló dorgálás a titkos szeretetnél. Jó szándékból valók a barátságos embertől vett sebek, és temérdek a gyűlölőnek csókja. A jól lakott ember még a lépes mézet is megtapodja, de az éhes embernek minden keserű édes mint a madárka, ki elbújdosott fészkétől, olyan az ember, aki elbújdosott az ő lakóhelyétől. A kenet és jó illat megvidámítja a szívet, úgy az ő barátjának édes ruáhja tanácsából. A te barátodat és a te atyádnak barátját el ne hagyd, és a te atyád fiának házába be nyomorúságodnak idején. Jobb a közel való szomszéd, a messze való finál. Légy bölcs, fiam, és vidámítsd meg az én szívemet, hogy megfelelhessek annak, aki engem ócsárol. Az eszes meglátja a bajt, elrejti magát, az esztelenek neki mennek, kárát vallják. Vedd el a ruháját, mert kezes lett másért, és az idegenért zálogold meg. Aki nagy hangon áldja az ő barátját reggel jó idején felkelvén, átokul tulajdonítatik neki. A sebes záporeső idején való szüntelen csepegés és a morgó asszonyember hasonlók. Valaki el akarja azt rejteni, szelet rejtel, és az ő jobbja olajjal találkozik. Egyik vassal a másikat élesítik, az ember élesíti az ő barátjának orcáját. Aki őrzi a fügét, eszik annak gyümölcséből, úgy, aki az ő gazdájára vigyáz, tiszteltetik. Mint a vízben egyik orca a másikat, úgy egyik embernek szíve a másikat. A sír és a pokol meg nem elégednek, az embernek szemei meg nem elégednek. Az ezüst a tégelyben és az aranya kemencében, az ember az ő híre neve szerint. Ha megtörnéd is a bolondot, mozsárban mozsártörővel, a megtört gabona között nem távoznék elő tőle az ő bolondsága szorgalmasan megismerd a te juhaid külsejét, gondolja nyájakra. Mert nem örökké való a gazdagság, és vajon a korona nemzetségről nemzetségre lesz -e. Levágatott a szénafű, és megtetszett a sarjú, és begyűjtettek a hegyekről a füvek. Vannak juhaid a te ruházatodra, és kecskebakok mezőnek árául, és elég kecsketej a te ételedre, a te házad népének ételére, és szolgáló leányaidnak ételül. 28. fejezet Minden gonosz fut, ha senki nem üldözi is, az igazak pedig, mint az ifjú oroszlán bátrak. Az ország bűne miatt sokannak a fejedelme, az eszes és tudós ember által pedig hosszabbodik fennállása. A szegény ember elnyomója a szegényeknek hasonló a pusztító esőhöz, mely nem hagy kenyeret. Akik elhagyták a tórát, dicsérik a latrokat, de akik megtartják a tórát, harcolnak azokkal. A gonoszságban élő emberek nem értik meg az igazságot, akik pedig keresik jahuát, mindent megértenek. Jobb a szegény, aki jár tökéletesen, mint a kétfelé sántáló gonosz, aki gazdag, aki megőrzi a tórát, eszes fiú az, aki pedig társalkodik a dobzódókkal, gyalázattal illeti atját. Aki öregbíti az ő marháját kamattal és uzsorával, annak gyűjt, aki könyörül a szegényeken. Valaki elfordítja az ő fülét a torának hallásától, annak könyörgése is utálatos. Aki elcsábítja az igazakat gonosz útra, vermébe maga esik bele. A tökéletesek pedig örökség szerint bírják a jót. Bölcs az ő maga szemei előtt a gazdag ember, de az eszes szegény megvizsgálja őt. Mikor örvendeznek az igazak, nagy ékesség az, mikor pedig gonoszok feltámadnak, keresni kell az embert. Aki elfedezi az ő védkeit nem lesz jó dolga, aki pedig megvallja és elhagyja irgalmasságot nyer. Boldog ember, aki szüntelen retteg, aki pedig megkeményíti az ő szívét, bajba esik mint az ordító oroszlán és éhező medve olyan a szegény népen uralkodó gonosz. Az értelemben szűkölködő fejedelem nagy elnyomó is, aki gyűlöli a hamis nyereséget, meghosszabbítja napjait. Az ember, akit embervér terhel, a sírig fut, senki ne támogassa őt. Aki jár tökéletesen megtartatik, aki pedig álnokul két úton jár, egyszerre elesik. Aki munkája az ő földét, megelégedik étellel, aki pedig hiába valóságok után futkos, megelégedik szegénységgel. A hívő ember bővelkedik áldásokkal, de aki hirtelen akar gazdagulni, büntetlen nem marad. Szemét válogatni nem jó, mert egy falat kenyérért védkezhetik az ember. Siet a marha keresésre a gonosz szemű ember, és nem veszi észre, hogy szükség jö rá. Aki megfeddi az embert, végre inkább kedvességet talál, mint a sima nyelvű. Aki megrabolja az atyát és anyját, és azt mondja, nem vétek, társa a romboló embernek. A telhetetlen ruhák háborúságot szerez, aki pedig bízik jahuában, megerősödik. Aki bízik magában, bolond aki pedig jár bölcsen, megszabadul. Aki ad a szegénynek, nem lesz neki szüksége, aki pedig elrejti a szemét, megsokasulnak rajta az átkok. Mikor felemeltetnek a gonoszok, elrejti magát az ember, de mikor azok elvesznek, öregbülnek az igazak. 29. fejezet Aki a fedésekre is nyakas marad, egyszer csak összetörik gyógyíthatatlanul. Mikor öregbőlnek az igazak, örül a nép, mikor pedig uralkodik a gonosz, sóhajt a nép. A bölcsesség szerető ember megvidámítja az ő atyát, aki pedig a paráznákhoz adja magát, elveszti a vagyonát. A király igazsággal erősíti meg az országot, aki pedig ajándékot vesz, elrontja azt. A férfiú, aki hízelkedik barátjának, hálót vet annak lábai elé. A gonosz ember védkében tör van, az igaz pedig énekel és vigad. Megérti az igaz a szegényeknek ügyét, a gonosz pedig nem tudja megérteni. A csúfoló férfiak fellobbantják a várost, de a bölcsek elfordítják a haragot. Az eszes ember, ha vetekedik a bolonddal, akár felháborodik, akár nevet, nincs nyugodalom. A vérszomjasak gyűlölik a tökéletes embert, az igazak pedig oltalmazzák annak életét. Az ő egész indulatját előmutatja a bolond, de a bölcs végre megcsendesíti azt. Amely uralkodó a hamisságnak beszédeire hallgat, annak minden szolgái latrok. A szegény és az uzsorás ember összetalálkoznak, mind a kettőnek pedig szemeit Jahua világosítja meg amely király hűségesen ítéli a szegényeket, annak széke mindörökké megáll. A vesző és dorgálás bölcsességet ad, de a szabadjára hagyott gyermek megszégyeníti az ő anyját. Mikor nevekednek a gonoszok, nevekedik a vétek, az igazak pedig azoknak esetét megérik. Fenyítsd meg a te fiadat, és nyugodalmat hoz neked, és szerez gyönyörűséget a te ruháhodnak. Mikor nincs látás, a nép elvadul, ha pedig megtartja a tórát, ó, mely igen boldog. Beszéddel nem tanul meg a szolga, mert tudna, de mégsem felel meg. Láttál-e beszédeiben hirtelenkedő embert? A bolond felől több reménység van, hogy nem a felől. Aki lágyan neveli gyermekségétől fogva az ő szolgáját, végre az lesz a fiú a haragos háborgást szerez, és a dühösködőnek sok a vétke. Az embernek kevésége megalázza őt, az alázatos pedig tisztességet nyer. Aki osztozik a lopóval, gyűlöli az magát. Hallja az esküd, de nem val. Az emberektől való félelem tört vett, de aki bízik Jahuában, kiemeltetik. Sokan keresik a fejedelemnek orcáját, de Jahuától kinek-kinek ítélete. Iszonyat az igazaknak a hamis ember, és iszonyat a gonoszoknak az igaz úton járó. 30. fejezet Agurnak, a jáké fiának beszédei, profécia, melyet mondott a férfiú, ítélnek, ítélnek és ukálnak. Minden embernél tudatlanabb vagyok én, és nincs emberi értelem én bennem. És nem tanultam a bölcsességet, hogy külön választottnak ismeretét tudnám. Kicsoda ment fel az égbe, hogy onnan leszállott volna. Kicsoda fogta össze a szelet az ő markába. Kicsoda kötötte a vizet az ő köntösébe. Kiállapította meg a földnek minden határit. Kicsoda ennek neve? vagy kicsoda ennek fiának neve, ha tudod? Elohimnek teljes beszéde igen tiszta, és pajzs az ahhoz folyamodóknak. Ne tégy az ő beszédéhez, hogy meg ne fedjen téged, és hazug ne légy. Kettőt kérek tőled. Ne tartsd meg én tőlem, mielőtt meghalnék. A hiába valóságot és a hazugságot messze távoztass tőlem, szegénységet vagy gazdagságot ne adj nekem. Táplálj engem hozzám illendő eledellel hogy megelégedvén, meg ne tagadjalak, és azt ne mondjam, kicsoda jahua, se pedig megszegényedvén ne lopjak, és gonoszul ne éljek az én Elohimem nevével. Ne rágalmazd a szolgát az ő gazdájánál, hogy meg ne átkozzon téged, és bűnhődnöd ne kelljen. Van oly nemzetség, aki az ő atyát átkozza, és az ő anyját nem áldja. Nemzetség, aki a maga szemei előtt tiszta, pedig az ő rútságából ki nem tisztítatott. Kevészemű nemzetség, és akinek szemöldökei igen fellátnak. Olyan nemzetség, akinek fogai fegyverek, és akinek zábfogai kések, hogy a szegényeket kimészik a földről, és az emberek közül a szűkölködőket. A nadánynak két lánya van, Atza-Atza. E három nem elégszik meg, négyen nem mondják, elég. A sír és a meddő asszony. A föld meg nem elégszik a vízzel, és a tűz nem mondja, elég. A szemet, mely megcsúfolja atyát, vagy megutálja az anyja iránt való engedelmességet, kivágják a völgynek hollói, vagy megeszik a sasfiak. E három megfoghatatlan előttem, és a e négy dolgot nem tudom. A kesejűnek útját az égben, a kígyónak útját a kősziklán, a hajónak nyomát a mély tengerben, és a férfiúnak útját a leányzóval. Ilyen a paráználkodó asszonynak útja, eszik, azután megtörli száját, és azt mondja, nem cselekedtem semmi gonoszt. Három alatt indul meg a föld, és négyet nem szenvedhet el. A szolga alatt, mikor uralkodik, és a bolond alatt, mikor elég kenyere van. A gyűlölt asszony alatt, ha férhez megy, és a szolgáló alatt, ha örököse lesz az ő asszonyának. E négy apró állata van a földnek, amelyek bölcsek, elmések. A hangyák erőtlen nép, mégis megkeresik nyárban a maguk eledelét, a marmoták nem hatalmas nép, mégis kősziklen csinálják az ő házukat. Királyuk nincs a sáskáknak, mindazáltal minnyájan szép rendel mennek ki. A pókot kézzel megfoghatod, Mégis ott van a királyok palotáiban. Három állat van, amely szépen jár, sőt négy, amely jól jár. Az oroszlán a hős a vadak között, mely el nem fut senki elől. A harcra felékesített ló vagy a kecskebak, és a király, akinek senki nem mer ellene állani. Ha bolond voltál felfuvalkodásodban, vagy ha meggondoltad, Kezedet szádra vessed. Mert aki tejet köpül, vajat csinál, és aki keményen fújja ki az ő orrát, vért hoz ki. Aki haragot ingerli, háborúságot szerez. 31. fejezet. Lemuel király beszédei, profécia, melyel tanította vala őt az anyja. Mit szóljak, fiam? Mit én méhem gyermeke? Mit én fogadásimnak gyermeke? Ne add asszonyoknak a te erődet, és a te utaidat a királyok eltörlőinek. Távol legyen a királyoktól, ó Lemuel, távol legyen a királyoktól a bornak itala, és az uralkodóktól a részegítő ital keresése. Hogy mikor iszik, el ne felejtkezzék a tóráról, és el ne fordítsa valamely nyomorultnak igazságát adjátok a részegítő italt az elveszendőnek, és a bort a keseredett szívűnek. Ígyék hogy felejtkezzék az ő szegénységéről, és az ő nyavajájáról nem emlékezzék meg többé. Nyisd meg a te szádat amellett, aki néma, és azoknak dolgában, akik adattak veszedelemre. Nyisd meg a te szádat, íté igazságot, forgasd ügyét a szegénynek és a szűkölködőnek. Derékasszonyt kicsoda találhat, mert ennek ára sokkal felülhaladja az igaz gyöngyöket. Bízik ahhoz az ő férjének ruáhja, és annak marhája el nem fogy. Jóval illeti őt, és nem gonoszszal az ő életének minden napjaiban. Keres gyapjat, vagy lent, és megkészíti azokat kezeivel, kedvel. Hasonló a kereskedő hajókhoz, nagy messziről behozza az ő eledelét fel kell még éjjel, eledelt ad az ő házának, és rendeli ítelt az ő szolgáló leányinak. Gondolkodik mező felől, és megveszi azt, az ő kezeinek munkájából szőlőt plantál. Az ő derekát felövezi erővel, és megerősíti karjait. Látja, hogy hasznos az ő munkálkodása, éjjel sem alszik el az ő világa. Kezeit veti a fonókerékre, és kezeivel fogja az orsót. Markát megnyitja a szegénynek, és kezeit nyújtja a szűkölködőnek. Nem félti az ő háza népét a hótól, mert egész háza népe karmazsimba öltözött. Szőnyegeket csinál magának, patyolat és bíbor az ő öltözete. Ismerik az ő férjét a kapukban, mikor ül a tartománynak véneivel. Gyolcsot sző és eladja, és övet, melyet ad a kereskedőnek. Erő és ékesség az ő ruhája, és nevet a következő napnak. Az ő száját bölcsen meg, és kedves tanítás van nyelvén. Vigyáz a népe dolgára, és restségnek étkét nem eszi. Felkelnek az ő fiai, és boldognak mondják őt, az ő férje, és dicséri őt. Sok leány munkálkodott serénységgel, de te meghaladod mindazokat. Család a kedvesség, és hiába való a szépség, amely asszony féli jahuát, azt szerez dicséretet magának. Adjatok ennek az ő keze munkájának gyümölcséből, és dicsérjék őt a kapukban az ő cselekedetei.